Aztán 13%-nál arónál sírnak. Az ennyi pénzük van, hogy akkor költözök, amikor Tényleg akarok. jó, hogy mondod, és felemelem az adókat 11-re mondjuk. Hát én mondom én. Magas aruk, na. 12% és magas. Jaj, Nem lehet, hát... akkor már fölnyomni 20-ra. Ezt a picit elrontottam, túl közel raktam ezt a sugárutat. Na mindegy. Jó, akkor ez mind mehet lakóterület. Olajkútomhoz teszek le egy táblát, mert az menő. Ja. És amúgy csinálnak már olyat bazog, hogy panelokat csinálunk, mert kéne a népesség. Szakadjanak. Jó, hát ez egyelőre még nagyon szétszórt, de nem baj, jó ez így. Na, ja, hogy sugárúttól lehet csak sírat építeni, aha. Mit akarsz építeni? Hidat. Ja, hidat. Én valamiért sírt értettem. Ja, mert most. úgy Mit akarsz kezdtem el, hogy, eltövetni? Hogy csak sugárúttól lehet hírat csinálni. Így mondtam valami, ne kérdezz, hogy miért, de így mondtam. Már most elhagyatott épületeim vannak. Szégyellem. Látogatóba érkezik a szomszéd polgármester. Megnézem, mi a helyzet a titkárnőt felől. Titkárnőt házatáján. Az is. Tán. Jó. Iparosodás. Nincs elég szimuláunom. Ja, mert lassún vagyok. Mert átette lassúra. Egyen Derot. meg. Polgármester, nem bánom, ha sötétben tapogatom a városi politikát illetően, de ez azért túlzás. Talán vásárolnánk áramot egy szomszédos várostól. Ennyi, ők is a jó picit választanák. Vásárolj áll a szomszédos városból, szolgáltató áram a minden évekül. Vásárolhatok tőled áram? Vásárolj, az nekem csak pénz. Oké, figyelj, hogy jobb picsába kell vásárolni? Nem tudom, rám kattintasz. Igen? Csinálj, hát, kimegyek kattints. Régió nézetbe, rád megyek. Ott a áramot válasz ki, alul is sorban. Ja, és vásárlás. Ó, vásárolom tőled az álmot. Államot. Államot. Államot még ne. Jó, akkor elvileg... Figyelj, főváros még lehet. Jó, elvileg tőled veszem az áramot. Ez neked jelzi? Nem, de... De, megnőtt az órám. Egy kával többet kapok így. Az igen. Rakok le ide egy-két parkot, hogy örüljön a fejük ezeknek a bajnoknak. Na mindjárt lehet fejleszteni a... Olyan parkokat nagyon szeretik. Amúgy igen. Azért meg vannak veszve, amúgy nem értem. Na miből van hiány? Nincs elég vásárló, aha. Jó. Kérlek, mesélj még. Azt mondja, sugár utat. Ja igen, meg rengeteg lakónegyed kell, mert akkor nincsen munka. Munkaerő, mert nagyon sok munkát igényelnek. Azt mondod? Aha. Hát én így körbesugárutazom itt a városomat. Mi lehet, hogy el egy picit hülyeség. Mennyi lakosod van? Nekem jelenleg 4700. Egy százassal vezetek. Igen. Aha. Szakadjál meg. Te jó, 10 000 van per óra. Na jó, én valamit nagyon jól csinálok. Nekem csak 6000. Én akkor valami szarul csinálom. Várjál most nekem... Te meghívtál valakit ebbe a régióba?
Én még nem. Egy balódat nekem nem csak téged jelez, hanem még két másikat. Nem mondod. De. Moment, Tolzó meg Thorep. Akkor hát akkor már beléptek. Ennyi. Kész sincs a videó, de már jönnek. Ennyi. Ők csinálják jó. Ők az igazi lakisták. Azt hiszem. Így olvastak a gondolataimban, hogy éppen mit csinálnak. Ide a főút mellé teszek kereskedelmi negyedet, és akkor még a látogatók is ide jönnek vásárolni. Micsoda marketing! Jó, most remélem lesz így elég vásárló, hogy raktam egy-két lakózónát most itt. Habár írtó ronda városom, tehát ilyen ronda várost én még nem csináltam, esküszöm. Azt a kurva, te jó Isten! Ne nézd meg, de tényleg ne. Hú, de megnézném most. Tényleg ne nézd. Na, a tűz. Hol rakja? Hát ide a sugárot. Ez hiányzott. Ó, már nekem is jelzik. Csapatom is a kocsikat, meg a harangot, az elvileg nagyon jó. Sirius mondta, akkor biztos. Ő ért hozzá. Hát elvileg. Hát biztos jobban, mint én. A videóit amúgy. Ja, a Sin City-t is hát én is néztem. Ajjaj. Te szeretnék tűzoltóságot. Én csinálom egy egyenes utat, mert ilyen biszenbaszom utakkal van tőle a város, és kegyetlen csinál. Jaj ne, ég valami. Ég, ég az üzlet. Ég a város, ég a ház. Ház is. Nem is egy egy ház, hanem száz is. Tűz! Lemaradt az eleje, nem? Elfelejtettem nyomni a kapszulót. A szeméttel is probléma van, hát ezt nem hiszem el. Teszek le táblát. A szeméttel rakott egyből odarakom a vizé mellé, a szennyvízzel vezető cuccos mellé, szóval. Hogyha úgy tennék le egy táblát, hogy elbuszítok érte két házat, az úgy mennyire éri meg? Egy hát figyelj, easy, csak most. Én viszont fejlesztettem a városházám. Yeah! I am swag, you little bitch. Egy mentőpumon teszek le még akkor ilyeneket. Megteszek le egy táblát. Nem mersz. De. Wow. 10 followt per nap. Az igen, az hol nézted? Ha rámész a... mi az? Klinikára. Akkor mutatja. Ja, nekem még nincsen klinikám, szóval nekem eddig nincsen halottai. Logi. Excuse me, polgármester. Szép az élet errefelé. Minél több Bado City változatos, életteli város. Köszönöm. Valós. Csak egy dolog hihetik, egy olyan hely, ahol a spirituális oldalunkkal is kapcsolatba léphetnénk, mint mondjuk egy templomban vagy mecsedben. Aha, világos. Ilyet is lehet. Tudok enni mecsetet? Ne. Hol? Titanfall. Titanfall. Katasztrófa. Na hol na, vannak dugók? Azt kéne megnéznem. Igazából sehonnan ezek a sugárutak jót tesznek ennek a közlekedések, jó van. Ennek örülök. Akkor itt azt mondja, hol tudok letenni mecsetet? Macsétát. Macsétát. Macsete paté. De ezt nem értem, szóval... Oké, okay, de én vásároltam tőled áramot, és nem... Elvileg kapod is, nem? Jó, igen, de itt ugye volt egy ilyen és felkért. És nem bipálta ki azt, hogy vásároljak egy szomszédos várostól, szóval... Szóval engem már nem számítanak város számba, értem. Érted a célzás. Jó, nem vagyok elég jó városnak, még csak egy kis falu vagyok. Na jó, fejlesztem a városházám, közbiztonságival, turisztikaival, közlekedés. Tűzoltósághoz tudok letenni harangot, táblát, meg zászlót is. Hihetetlen. Na hallod, kezdjünk el specializál. Te már letettél valamilyen hivatalt? Nem, semmiért. Na figyelj, akkor én leteszek mondjuk... Hm.
Te szerintem tedd le a közüzemit, mert neked van érced. Vagy nem tudom, de én csak ajánlom. Ezért kéne ez a pénzügyit, hogy tudjuk az adókat zélni. Mindenképp. Jó, én oktatási hivatalt rakok most, oké? Okay? És akkor majd jó. Hozzám jönnek tanulni a punciaid, jó? Jó. Akkor én teszek le pénzügyit, jó? Jó, megengedem. Köszönöm. Na. Ezek szerintem viszont túl nagyok lettek ezek a kis részek, szóval elfelezem őt. Nagyon sok a... csóvó. Cigán. Igen. Őket adózhatom meg. Gazagoknak lejjebb veszem az adóját, profit. Ez mi? Mi van? Nagy városháza fejlesztés. Oktatás megosztva egész keresztes pont-pont csillag-csillag-csillag régióban. De miért nem lehet kiírni, hogy keresztes Ildikó, ezt nem hiszem. De miért? Legalább, hogyha valami csúnyát írtál volna. Ahogy igen, lehet, hogy... Hát csúnyát írtam. Jó. Mekkora arc ez a SimCity. Olvas a gondolataim van. Csúnyát írtam. Na jó, hát ez... Ha valami ronda, akkor ez ronda. Tehát ilyen szinten azt a kurva. Meglátogatlak, jó? Itt a... Ezen a... Tehát, na, a túloldali részen ott fúj, bazd meg. Össze-vissza van minden. Ingyen süti mentőautói mindenhol segítenek. Van, hogy el kell érnem, hogy jöjjenek a városomba. Jó ötlet. Ingyen süti tűzoltói vállalják, hogy segítsen. Igaz, hogy itt földutak vannak, itt meg már sugárutak, de... Rá se ráncs. Azt tudod, de drága ez a... tűzó, mi ez? Mi ez? Busz? Buzámos. Itt a városházad előtt itt a... Megtört az út, vagy mi? Földrengés volt? Városházám előtt? Igen. Ja, hát azt mondtam, hogy ezt nem tudok egyenes vonalat húzni, mert kellett még egy ilyet csinálnom. Vagy hogy tudj... De meg van törve konkrétan. Egy kis szív alak, vagy nem tudom. Szerintem szexi, hallod? Lehet, hogy itt van kb. Naponta 50 baleset, de nekem tetszik. De megéljük. Na mindig. Na, a baj van nagyon a buszokkal, ja, mert nincsen buszmegállója. Hát buszmegálló nélkül jó. Menek körbe-körbe tudod. Jó, hogy nehéz lesz. De nem kell amúgy mindegyik oldalára az útnak rakni, de ugye? De van gatyásod, vasszom szét, küld neki ajándékot. Kap tőlem lovat részletekben. Én szerintem nem vagyok legagyásodva. Vagy azt látod, hogy le vagy? Nem tudom, a játék tippek. A játék tudja, figyelj! Ja. Jó, van ennyi busz megálló elég lesz. Oktatási hivatal keresztes csillag. Mi ez a P plusz R? A térség és városi buszok is... Ja, itt veszik fel és teszik le a szegényebb és közepes vagyonú szimet. Az egészségügyi probléma, na ne mondd nekem. Ja tényleg egészségügyet, bazd meg, még mindig nem ízért. Lerakhatom a polgármesteri rezidensönt. Igen. De lerakom a város legvégébe, esküszöm. Ne szavarjon engem senki. Csak a vonatok. Hagyjanak békén. Ja. De mindenki örül neki. Fox. Még azok is, akik a város másik végében vannak. Na mindegy. Mondtam én, hogy olyan tudom fejleszteni a városházám. Juppie! Azt tudod, már is 15 ezeren vagyok. Ugye? Én is. Előbb annyi volt, 5-4 ezer. Ja. Na akkor pénzügyi hivatalt én is lecsapjam. Ja, az kell, hogy tudjak ilyen adókat. Cseszek. Miért? Pénzügyi. Nem. Ez régióra szól, ezek a hivatalok. Ugye, nem mondod. Tudod változtatni az adókodat izén. Bazd meg! Na, hol a hangod? A tiéd is. Még mindig laggolok? Most már kezd javulni a helyzet. Jó, van, te is lagod. De a picsába, én is leraktam a pénzügyi hivatal. Nem tudod visszaizélni, visszavonni vagy valami? Nem. Shit. Csak kikapcsolni tudom, de hát... Na mindegy, akkor elnézést kérünk, ez a kisebb baki, tehát ez belefér! Mindenki szeret bakizni. Szóval adók. Mindenki alapból 11%-ot fizet.
A nagyon vagyonosok pedig 12-t. De ha nincs is nagyon vagyonos. Micsoda? De ha nincsen vagyonos, akkor hogyan fizeti? Mi van? A nagyon vagyonos. Tehát akinek sok pénze van, hát az fizet több adót. Szerintem így lenne értelme. Például a mai világban is, na mindig. Kötvényt még nem veszek fel, mert hiszen nem látom még értelmét, hiszen még úgy nem akarok semmi nagyot építeni. Na, Na akkor. Azt, de amúgy... Ja, rendőrség. Fúj, de ronda a városom, te jó ég. Nyugi, enyém se szebb. Valahol zsúfoltak a házak, valahol alig van... Valahol egy csomó hely van. Jó van. Megcsináltam a hidat a másik szigetemre. Tesznek valami nagy cigánságok majd. Ilyen party all day, all night. Hogy nem, most nekem a rendőrségben is lesz ám party all day. Igen. Aha. Túl meredek lejtő. A faszod a túl meredek. Ne szopass, hogy itt nem tudok hidat csinálni. Otok leten ízért, hivatalt. Miért tegyek le? Közüzemi? Ja, letehetsz közüzemi. Oké, teszek. Letettem közüzemit. Rendben. Akkor én közüzemit már ne rakjak? Megtelt. Akkor azt már ne. Meg amúgy én úgyse raknak, mert nincsen valami nagy szém. Vagy valami ilyet cuccom. Megint átette lassúra. Hihetetlen. De hát amikor átvész egy másik iszébe, akkor... Ja. Ne, miért teszi át lassú időre? Hát én ezt nem tudom, kedves játszni. Mindennek oka van. Minden okkal történik. Azt hiszem. Ezt akartam mondani, igen. Kedvenc polgármester, legyen 24 órán át legalább 75%-os népszerűségi értéket. És pont akkor megmaradt még ez a 75, amikor megemeltem az adókat, tehát azért tudok valami. Jó, áramol már, senkinek sem lesz gondja, én azt mondom. Dicsak, hát csökkenünk, hát visszaveszik az adókat akkor. Mi csökken? Az emberek. Ja, hogy fogytok? Fogyunk. Az szomorú. Itt végig. Ja, hogy nekem meg nincsen szemét lerakom. Ja, hát mi nem ezzel kezdtétek, basszus. De végig nem tudok rakni. Hát, ne szopass. Anyádat. Tököm, mindegy. Oké. Azt mondja, hogy egészségügyel már kezdenek problémák lenni. Viszont közbiztonsági hivatalt fogom. I guess. You think? Jápe Mária. Mindenki szomorú. Ne legyetek szomorúak. Kaptuk játszóteret. Jaj, de laggolsz, jaj. Tázni. Most már nem. Mert nem beszél. De viszont kéne ízni, basszus, ilyen, mikor kezdenek el így panelokat építeni, meg ilyeneket? Akkor sok a gazdag ember. Hát remélem, sok lesz a gazdag ember. Én is. Szeretik a 27% adót. Nem. Mert ez nem magyarul. Csalak még helyet, ahol tudnak mi. Azt a... El is folyt a Simoleonom. Lassú a tűzoltóság reakciója. Hát gyerekek... Szopás. Amúgy itt is csökkenünk. Nem kell, de a tisztak sok eleget. De ilyen szar csinálják, hogy ne csökkenjünk. Hát jó, akkor én is visszaveszem az adókat. 9000-en vagyunk. De hihetetlen. 9000-en vagytok? Igen. Ezt nem mondod. Most már 10. Hát még mindig 15. Majdnem.
Na mindegy.